CIA vezetője és az orosz hírszerzés vezetője tehát találkoztak Törökországban. Az újságírók szerint ők arról beszélgettek, hogy ennyi-bennyi Oroszország, nehogy már otthon fegyvert használj Ukrajnában, mert akkor baj lesz, megharagszunk rád. És nem kell katonailag eszkalálódni, hagyjuk békén Ukrajnát. A Fehérház hivatalos közleményében is ez áll, hogy erről volt szó. Az utóbbi hónapokban a Fehérház nem egyszer hivatalosan is arra kérte Moszkvát, hogy ne használjon, legyen olyan kedves, taktikai atombombát, miután a Kreml néhányszor megfenyegette ezzel Ukrajnát, Zelenszkijt. Putyin világosan megmondta, miért kell nekünk béke, ha a béke után nem lesz Oroszország. Hiszen oda hát mindenki tudja, hogy fel akarják szabdalni Oroszországot. Ez arra felé nem titok. És hát ők arról beszélnek már teljesen nyíltan, az állami tévécsatornákon is, hogy a NATO ellen harcolnak. Ezt ők mondják, az oroszok. Tehát ő még azt is hozzátette, hogy a NATO csapatok ellen, amit kell, azt bevetjük majd, ha átlépik a vörös vonalat. Szeptemberben Putyin nyíltan is hibáztatta a nyugatot, hogy meg akarja semmisíteni Oroszországot. Az USA-hoz viszont kijelentették, hogy ők komolyan viszonyulnak Moszkva atomfenyegetéséhez. A Fehérház hivatalos közleményében aláhúzták, hogy Burns úr semmilyen tárgyalásokat nem folytatott az orosz-ukrán konfliktus megállításáért. De hogy miről beszélt, azt elfelejtették elmondani. Ennyi benne. Ez a feledékenység. Hajjaj. Lehet, hogy halak Merkúriuk van? Az ilyen feledékeny? Azonban ugye a beszélgetés azt négy szem közt folytatták, mivel mindkét fél elég jó tud oroszul. Az újságírók szerint, és ismétem, ez csak a nemzetközi újságírók szerint, akiknek mindig a szájukba adják, hogy miről kell beszélni, meg a nemzetközi analitikusok szerint, akiknek úgy szintén a szájukba adják, hogy miről lehet, miről nem lehet beszélni. Helszon város ereste után volt szükség erre a találkozóra. Tehát egy olyan nagy város, most kb. Akkora, mint magyar viszonylatban Pomáz, hatalmas nagy város. Tehát Noriskinnek nincs olyan súlya Moszkvában, mint amilyen súlya van Burnsnek Washingtonban. Mégis mindenki abban reménykedett, hogy a két ember találkozóján a CIA vezetőjének majd lesz valamilyen benyomása arról, hogy mit gondolnak Moszkvában. Tehát, de hát ezt nem lehetett elérni, hiszen láttuk az orosz tévében, hogy annak idején Narüskin hogyan reszketett a Putyinnal való beszélgetésen, keze-lába remegett, majd meghalt ilyettében, szeme ide-oda cikáztak, annyira félt, hogy ott helyben agyonlövik. Hát ilyen gyáva embert nem lehet megbízni semmivel, semmi titkossal. Ő vajon mit tud mondani a CIA vezetőjének egy ilyen ember? Hát valószínűleg volt valamilyen missziója, és a szájába rágták, hogy csak ezeket a mondatokat mondhatod, mert ha más mondasz, akkor neked annyi. Le is írták neki. Azt azon tudniuk kell, hogy az orosz kormány inkább saját magára gondol, mint a külföldiekre, inkább a saját népére, mint a külföldiekre. Az oroszoknak a szankciók a legfontosabbak, és nagyon sok elemző szerint a szankciókról is beszélhettek. Lehet. De szerintem nem ez volt a legfontosabb, és aláhúzom megint, hogy ez az én magánvéleményem, ami egyáltalán hogy nem, így, nem biztos, hogy így van. Ha önnek, kedves néző, más a véleménye, írja be, legyen szíves. A Fehérház közleményében amúgy homályosan benne volt, hogy ez a két ember majd a börtönben levőkről fog beszélgetni. De ezt hogyan kell értelmezni? Milyen börtönben levőkről? Hát az USA zsoldosokról, akik Ukrajnában harcoltak, Oroszország ellen, és akiket elkaptak. Tehát így homályos formában az USA ezt már el is ismerte, hogy amerikai zsoldosok harcolnak az Zelenszkij oldalán. Az amerikai hadifoglyokat nem lövik agyon az oroszok, másokat sem egyébként.
De az amerikai hadifoglyok nagyon jó körülmények között élnek Oroszországban, hiszen ők felelősek minden egyes bebörtönzött amerikaiért. És ettől függ majd, hogy milyen szankciókat alkalmaz Washington, vagy milyeneket nem alkalmaz. Ahol szankciók, ott a pénz. Ahol szankciók, ahonnan jönnek a szankciók, ott vannak az egész orosz felső vezetés gyermekei, mind a tízezer néhány gyermek. És hát ott vannak Washingtonban, New Yorkban, ott vannak a házaik, ott tanulnak, ott álltak bölcsődé oldalában, stb. Az egész orosz vezetés oda jár állandóan Washingtonban, New Yorkba, Svájcba, Londonba. Ott vannak a hatalmas pénzeik, ott van az állampolgárságok, hiszen ők már mind kettős állampolgárok. Amerikai, angol, svájci, meg plusz még orosz, ezt már félve mondom hozzá. Tehát így néz ki ma az orosz vezetés. Kedves barátaim, ezért nekem magánvéleményem az, hogy Oroszországnak semmilyen kívánsága nem lehetett Amerikával szemben. Egyetlen kívánságon kívül, hogy a szankciókat visszavonják, de csak néhány kivételezett emberről. Tehát az ő gyermekeik nyugodtan járhassanak tovább. Amerikai, angol, svájci iskolákban nyugodtan élvezhessék az ottani gazdag életet, a jaktokat, a szuperlakásokat, stb. Eme szankciókat kívánta visszavonatni Putyin ezen a tárgyaláson. És hogy mit ígért cserébe? De azt majd a következő részben elmondom, de ha ön kedves barátom feliratkozik, akkor automatikusan megkapja a következő részt. Köszönöm szépen, viszontlátásra!